kortárs segítő tábor indul Békésen, Dánfokon, a szociális szolgáltató szervezésében. Mit lehet erről tudni, kik lesznek a résztvevők, és miről szól ez a tábor? Hát a nyári szünetet egy 15-17 fős kortárs segítő táborral nyitjuk meg. Igazából az indikálta ennek a tábornak a szervezését, ami idén elsőként kerül megrendezésre, hogy a tavalyi évben nagyon sok gyerekjólétes probléma ütötte fel a fejét a városba, és klasszikus segítő megoldásokkal ezeknek a kezelése nehézkessé vált. Ekkor több segítő szakember, nem csak szociális munkások, nem csak a kollégáim, hanem pedagógusok is úgy döntöttek, hogy összedugjuk a fejünket, és igyekszünk valami újat, innovatívat belevinni a segítő folyamatba. Több ötlet közül ennek a kortárs segítő tábornak az ötlete volt az egyik, aminek a megvalósítását most szeretnénk megkezdeni. Hogy miből is áll ennek a tábornak a tematikája? Igyekeztünk úgy összeszedni a korcsoportot, a gyerekeket, olyan társaságot összehozni, akik még több évig az iskolában maradnak, tehát hetedikes általános iskolás gyerekeket, illetve 9., 10., 11. gyerekeket, akik még az intézményi életüket abban az intézményben, ahonnan becsatlakoztak, fogják tovább folytatni. Megkerestük a városnak az összes iskoláját, általános iskoláját és középiskoláját, és kértük, hogy olyan gyerekeket delegáljanak ide hozzánk, akik valamilyen szinten fogékonyak arra, hogy a társaiknak segítséget nyújtsanak, jó szervezőkészségük van, jó érzékenységük. Most a mai napon hozzánk érkező gyerekeknek összeraktunk egy heti programot, amiben neves előadók előadásai találhatóak meg, egy napi 2-3 óra hosszában, hiszen azért elkezdődött a szünet, és igyekszünk ezt figyelembe venni, tehát nem leterhelni, nem egy iskolarendszerű oktatással bombázni őket, hanem érdekes előadásokat. Megtalálható lesz a héten pszichológus, pszichiáter, addiktológus, egy nagyon érdekes designer drogokról szóló előadás, és egy picit a gyereki jogokról, a büntethetőségi határokról, büntetési kategóriákról is szeretnénk információt nyújtani. A családsegítő szolgálat kért fel arra, hogy tartsak előadást itt fiatalkorúaknak, a fiatalkorú bűnözésről, az áldozatvédelemről, a mediációról, és egyáltalán a bűncselekményekről úgy általánosságban. Mik azok a kardinális kérdések, amikről mindenféleképpen beszélni kell a fiataloknak? Legfontosabb talán az, hogy a fiatalkorú bűnelkövetésnek mik a kiváltó okai, mik azok a rendszeresen előforduló, igen gyakori bűncselekmények az országos szinten, illetve a megyében is, ezen belül Békés városában, amit a fiatalkorúak elkövetnek. Ezekről a bűncselekményekről szeretnék majd a gyerekeknek egy tájékoztatást adni, illetve arról is, hogy ezeket a cselekményeket kik követik el, milyen büntetéseket lehet érte kapni, mik a megelőzés legfontosabb szabályai, kihez fordulhatnak a gyerekek, hogyha a bűncselekmény elkövetését látják. Az áldozatok azok, akik bűncselekmény elszenvedői, ők kérhetnek jogi segítséget. Minden egyes városban a rendőrségen van egy áldozatvédelmi referens, akit felkeresnek, és ő megadja a szükséges tájékoztatást az ő jogaikra, a jogaik érvényesítésére, illetve itt Békés megyében, Gyulán van Békés megyében az áldozatsegítő szolgálat, ott is jogi szakemberek, illetve szociális területen dolgozó szakemberek megfelelő tájékoztatást adnak az áldozatokra, és a szükséges információkat tehát megkapják, úgyhogy lényegében az áldozatok sincsenek szabályozás nélkül, tehát őket is védi a jogszabály. Talán a nyári időszakban több bűncselekményt követnek el a gyerekek. Ez ugye adódhat abból, hogy a szülők felügyelet nélkül hagyják őket, és akkor bandákba verődve különböző cselekményeket követnek el. Mivel kortárs segítő, ez azt jelenti, hogy a felvetett témákat egymás közt is megbeszélik, és pont ez lenne a cél?
Igen, a szabadidős programokat ezekhez az előadásokhoz kapcsoltan igyekeztünk felépíteni. Lesznek benne kreatív programok, biciklitúra és egyéb olyan lehetőségek, ahol mi is megismerhetjük a hozzánk érkező fiatalokat, illetve ők felé is mi egy nyitottakká válunk, és a kérdéseikre megadhatjuk a válaszokat. Rendkívül jó kezdeményezésnek tartom, hiszen az áldozatvédelem az nagyon fontos itt helyileg is, illetve országos szinten is. Nagyon jó szakembereink vannak, a csalássegítő szolgálat munkatársai, a jogi segítségnyújtó szolgálat munkatársai, az áldozatsegítő szolgálat munkatársai, a rendőrségen az áldozatvédelmi referensek kellő szakértelemmel rendelkeznek, és a megfelelő segítséget meg tudják adni a hozzájuk forduló áldozatoknak, családtagjaiknak. A tábor megszervezésében azért többen segítséget nyújtottak. Igen, nem maradtunk egyedül idén se. Nagyon sokat köszönhetünk minden iskolába a vezetőségnek, illetve a gyerekvédelmi felelősöknek. Deákné Dolmonkos Julián igazgatóasszony segítségével még pedagógus kollégák is részt vesznek a tábor lebonyolításában is, illetve a tábor tematikájának kitalálásában is segítséget kaptunk tőle, és természetesen nem jöhetett volna létre teljesen ingyenesen és bérmentve egy ilyen tábor, hogyha a Békésváros önkormányzata támogatást nem nyújt hozzá. Nagyon jó kezdeményezés, én csak remélem, hogy ez egy gyakorlattá fog válni. Ezután, a hét után következik a klasszikus 6-7-es nyári táborunk, ahol elsőstől 12 éves korig várjuk a gyerekeket. Ott még inkább a szabadidő kerül előtérbe, hiszen sportolási lehetőségek, a fürdés, illetve hát rossz időre is készülve azért rengeteg kreatív szabadidős foglalkozás várja az ide látogatókat. Mindenkinek háromszori étkezést biztosítunk mellette, és a táborba jutást is segítjük helyi járattal.